Tudtad, hogy volt egy botrány a magyar országgyűlésben? 1904 őszén Tisza István miniszterelnöknek elege lett az ellenzéki képviselők obstrukciójából, vagyis abból, amikor szándékosan akadályozták a törvényhozást hosszú felszólalásokkal. Ebben az időszakban ugyanis még nem korlátozták a felszólalások maximális idejét. 1904. november 18-án Perczel Dezső házelnök szándékosan házszabályt szegett, amikor csendben azonnali szavazást rendelt el a házszabálymódosításról, ami az ellenzéki obstrukciót letörte volna. A házelnök ekkor még meg is lengetette zsebkendőt. A korszakban a képviselők felállással szavaztak igennel. Mivel az ellenzékiek kíváncsiak voltak arra, hogy a házelnök mit csinál, felálltak a helyükről, hogy jobban lássanak. Így kormánypárti és ellenzéki szavazattal fogadták el a módosítást. Mikor kiderült, hogy átverték őket, a következő alkalommal korábban bementek az ülésterembe és összetörték a bútorokat. Ki volt a magyar király? Írd meg hozzászólásban! Látogass el az Időutazó YouTube csatornájára!